Sziasztok! A mai adásban az lesz a téma, hogy a chiptuning mikor van értelme, meg egyáltalán tuning témaköréről fogunk beszélgetni egy kicsit. Sztár vendégünk Husvár Károly. Sziasztok! Ágó Bélát ismeritek. Sziasztok! Anolott Tibit ismeritek. Engem ismertek. Husvár Károlyhoz úgy kerültem, hogy a Tibi átküldött nekem egy videót, hogy nézzem már meg ezt a csávót, mert hogy egész értelmesen beszélget a chiptuningról, és akkor én eljöttem a fiammal ide, a fiamnak van egy 1.9-es TD-je, és akkor itt elkezdtünk beszélni. Mi más lenne neki? Mi más lenne neki? Megkapta az régi kiárvos Audimat, és akkor azt megírta a Karcsi, és akkor elkezdtünk beszélgetni erről a témáról, és hát folyékonyságot találtunk, meg közös nevezőre jutottunk nagyon hamar ebbe a témába, és akkor beszéltem a Tibivel, az Bélával, és akkor elindult egy ilyen szellemi spartakiád, és akkor csapjunk is egyből lecsóba. Ugye a nagyon sok esetben van ez a chiptuning, hogy ez most jó, nem jó, stb. Mikor van értem, mikor nincs. Az a videó, amit elküldött meg ma a Tibi, az a szívó benzines motoroknak a chiptuningjáról szólt, és akkor erről kérdeznének, hogy szerintem erről van egy véleményem, de akkor meghallgatnám a te véleményedet is. Alapvetően egy CO motornál, meg ugye minden tuningnál az elsődleges kérdés, hogy hogy jut be több levegő a motorba. Most egy CO motornál ugye ott alapvetően adottak azok a keresztmetszetek, amin az adott levegő át tud férni egy időegység alatt, és akkor igazából azt lehet kihasználni, amennyi levegőnk rendelkezésre áll, és akkor ehhez lehet igazítani pár dolgot. Ugye itt alapvetően akkor van értelme szívómotornál egy ilyen szoftveres teljesítménynek, tehát csak kizárólag szoftveres teljesítménynevelésnek, hogyha valamilyen gyári folytás van, a szoftveres gyári folytás van az adott motorban. Egyéb esetekben azért nagyon nehéz egy szívómotornál, tehát hogyha az gyárilag nagyon jól be van állítva, és minimális lehetőségek vannak, ugye ott általában csak azt határozza meg, hogy például előgyújtásnál mennyi visszavétel van a CO motornál. Tehát ugye, hogyha mondjuk egy autó 100-as benzinnel már úgy érkezik, hogy eleve gyújtás visszavétel van az autón, akkor ott sokat nem lehet tenni gyújtással. Esetleg olyat tudsz állítani, hogy meg tudod mérni, mert ugye nem minden motor gyorsít, vagy nem minden motormenedzsment gyorsít 0,85-ös lambával, hogy esetleg ezen tudsz állítani, hogy egy kis terhelési dúsítás, vagy aki azt szeretné, hogy mondjuk fickósabbnak érezze, csak hát ugye a padattól nem mutat többet, hogyha hamarabbra állítod azt, hogy kilépjen az árt lambda hurokból, ilyeneket tudsz állítgatni azokon is. Csak ugye itt alapvetően az a probléma, hogy nincs egy turbo, ami azt mondja, hogy akkor toljunk még be levegőt, és akkor még ahhoz üzemanyagot. Egy picit gondoltad, hogy a közben mondtad, hogy a levegő mennyiséget kell növelni, szívó motor nem tudod, mert ez zárt rendszer kvázi, mert ugye van egy légszűrőd, onnan egy légszűrő cső, és amit beszív a motor, most itt egy torló nyomással tudsz minimálisan több levegőt bejuttatni, nem? Nagyon kevéssel. De az nagyon kevés, nagyon az kevés. Nem turbó. Eleve az, hogyha valaki szívó motor tuningra adja a fejét, azt el kell fogadni, hogy nyilvánvalóan nem lesz akkora teljesítmény többlet, mint hogyha turbosítasz, tehát feltöltesz egy motort. Tehát ez kizárt, de ettől függetlenül nem lehet leírni a szívó motor tuningot, mert az egy nagyon szép dolog, ugye az elsődleges szempont, hogy el kell érni a létező legnagyobb hengerűtartalmat. Tehát ez az első. De most itt ugye chiptuningról beszélünk csak azért mondom, hogy reklámokban olvas az ember olyat, hogy 10-15-20%-os teljesítmény növekedés. Tehát ez a vicc kategória. Mesélj, akkor mi van ez a 10% teljesítmény növekedéssel? Igen, a 10% azért az nagyon ritka, amikor kihozható egy szívómotorból, és amit a Tibi is említett, hogy azokon a dolgokon azért lehet változtatni, hogy a gázpedál érzékenysége más, és akkor ezáltal azt érzed, hogy jobban fog menni az autó, de attól nem lesz erősebb. Tehát a padon a mérésnél ugyanazt az eredményt tudod kapni. Szerintem pontosan ezt használják ki azok, akik a chiptuningot úgy használják, hogy igen, az érzésre hatnak, érzésre. És akkor azáltal azt érzed, hogy alig nyomom, és hogy megy, és még nem is nyomtam padlót. Mert én egyfajta vezérlőegységet tudok írni, ez a Siemens MS41, mert én a M52-es motornak vagyok a szerelmese, és ott, amik az egy ugye eléggé alap vezérlőegység,
de azért a saját korához képest én azt látom, hogy, hogy nagyon fejlett. Tehát ott például lehet írni azt, hogy, hogy mikor lépjen ki az árthurkú lambda szabályzásból gyorsításkor is, tehát hogy milyen terhelésre, meg ugye azt is lehet állítani, hogy amikor kilép az árthurkú lambda szabályzásból, hogy akkor milyen legyen a lambda érték. Tehát ezt nyilván úgy van egy szorzószám, amit beállítok, és akkor a szélesebb lambda szondával vissza tudom mérni. Megvan nagyjából az az érték, hogy ugye ennél a motornál a 0,85 az, amikor a legnagyobb teljesítményt leadja. Tehát maximum egy szívó motornál ezt tudod állítani, hogyha ha ebbe hagyott tartalékot a gyár, illetve hát ugye vannak olyan funkciók is a két vezérmű tengelyállításnál, hogy belső kipufogógáz visszavezetés, stb. De hát ez már motorlaboratórium kell, hogy ezt ki tudja az ember számolni, hogy esetleg melyik vezérmű tengelyállással hogyan működik. De hát vannak olyan motorok, 3 literes szívó motorja, például a BMW-nek a Nándor 52-es motor, ami rendelkezik. Két vezérmű tengelyállítással, hatalmas vezérmű tengelyek vannak benne, mégis alulfelül tök jó húz, mert valvetronikus is, tehát abban már nem nagyon tudsz belenyúlni, hogyha már eleve egy ilyen kihegyezett, ilyen 270 lóerő körüli 3 literes szívómotor. Igen, és jellemzően pont a BMW az, amelyiknél már kihegyezett motorok vannak, tehát ott azért nagyon keserves, hogyha egyáltalán kijönne, amit te is mondtál, hogy a mondjuk egy teljes gázadásos bedúsítást azt lehet állítani, de hát ugye annak is minimális lehetőségei vannak, mert egy zárt korlátok között kell benne gondolkodnunk. Nagyon fontos az, hogy tényleg tisztán lássuk, hogy csak a chip tuning. Csak a chipről beszél. Nekem is ritkán volt olyan motorod, amin csak chip tuninggal próbáltam, mert mindig volt valami kis elmondat. Tartom értelmét, így van. Tehát nyilvánvaló, hogy a többlet levegő bejuttatás az első cél, és majd azután tudsz utána menni a motor menedzsmenttel, de hát Itt azért mindig buksz valamit, hogyha egy szívómotort tuningolsz, tehát elhagyod a központi folytószerepet, teszel rá nagy pillangót, teszel rá nagyobb vezérmű tengelyeket, viszont akkor a hétköznapi használhatóságot rontod le, mert ugye alsó és közepes tartományban akkor gyengébb lesz a motor, tehát a nyomaték görbéje elmegy. Most az, hogy építünk egy hosszú leketű motort, mint amit meg is mértünk, hogy tök jó használható, de akkor is hát 250 lóerő lett az a motor 3000 köbcentivel. Hát egy turbóval meg a határa csillagos ég. De ettől függetlenül mindig azt mondom, hogy nem kell leírni a szívó tuningot, csak rengeteg pénz kell hozzá, nem kell elhinni azt az álmot, hogy egy chip tuninggal olyan hatalmas teljesítménynövekedést el lehet érni, mert nem igaz. Tehát az átfer, aki azt mondja, hogy 10-20-30%-ot tud neked chip tuninggal kihozni belőle. Tehát ez nem igaz. Ez nem igaz. Azért engem is szoktak meglepetések érni különben, mert volt két-három hete csináltam egy Peugeot 406-ost, egy 3000-es V6-os szívómotor, és ott például 20-30 lóerő lett a különbség. Próbáltam. Sok volt a tartalék. Meg alacsony volt az eredeti valószínűleg. Igen, tehát a gyári eredeti programmal sem volt már a gyári értékek sem voltak meg, és már az is egy intőjel szokott lenni, amikor egy autónál nincsenek meg a gyári adatok, úgyhogy én próbáltam lebeszélni az ügyfelet, hogy én szerintem ezt ne csináljuk, de ragaszkodott hozzá, úgyhogy nekiálltunk, aztán megoldottuk, és meglepetésszerűen tényleg jó értékek lettek. De ez ritka, tehát én általában azért szoktam lebeszélni az ügyfeletet. Mert a gyújtáson is azért nehéz írni, mert ugye maga a motormenedzsment is arra törekszik, hogy állandóan, ugye annak is van egy öntanuló funkciója, van rajta egy piezokristály, ami kopogásszenzor, és folyamatosan diagnosztizálja, hogy a legnagyobb előgyújtással menjen, ugye általában 6-10 fokokkal növeli, és aztán amikor kopogást érzékel, nem tudom milyen 25 kHz frekvenciánál, akkor visszavesz egy 3 fokot, és akkor megint, tehát ez az öntanuló funkciója, ezért lehetetlen az, hogy mondjuk átírod a szoftvert, és akkor adsz rá még 5 fokot, le is koppan a motor. Hát igen, meg amit mondtam az elején, ugye, hogyha már eleve úgy jön be az autó, hogy már ezek a kopogásos égések vannak, és gyújtás visszavétel van rajta, akkor hiába emelsz még a gyújtáson, hogy legyen egy picivel több teljesítményed, nem lesz jobb, mert több lesz a gyújtás visszavétel. De szerintem, amin túléptünk, a legeső lépés, és ez tök mindent, hogy szívó, dízel vagy turbós, az, hogy meg kell vizsgálni az autót. Bárki, akinek eszébe jut, hogy chip tuningot kéne csinálni, az első lépés az, hogy milyen állapotban van az autón. Tehát nyilvánvalóan egy olyan motor,
amiben egyik hengerben van 25%-os nyomásveszteség, másik hengerben van mondjuk, mit tudom, kipufogó szelepát van égve. Tehát első lépés szerintem, hogy kell egy mechanikai állapot felmérést csinálni, hogy az a motor rendben van-e. Tehát kompressziót mérni, nyomásveszteséget mérni, megnézni azokat a motorokat, amik hajlamosak a szívóoldali kokszosodásra, vagy akár a lugattyú kokszosodásra, ki kell tisztítani őket. Tehát például egy turbo benzin motoron, aminek a dugattyú tetője kokszos, azon nem fogsz tudni gyújtást állítani, mert öngyulladása lesz, amikor nagy terhelésnél felézik a koksz a dugattyú tetőn. Tehát értelmetlen. Tehát a legelső lépés chiptuning előtt mindig az, hogy nem maga a chiptuning, hanem az, hogy csinálni kell egy mechanikai állapotfelmérést, jeladók jól működnek-e, az a motor management, amit esetleg megcsipelnek, az a lambda szondája jól működik-e. Tehát a legelső lépés, hogy ne egy 250 ezer kilométert futott mondjuk dízel Mazda 6-ost elviszel chiptuningra, aminek már 150 ezer, ez a Skyactiv motor, aminek már 150 ezer kilométernél a szívójáratai annyira le vannak csökkenve, hogy a mutatóujjamat nem tudom bedugni. Tehát én erre hívnám föl elsősorban figyelmet, hogy egy alapos karbantartás, átvizsgálás kell, hogy megelőzze a chiptuningot, akár szívó, akár dízel, akár turbobenzines, mindenképpen ez a nulladik lépés. Igen, és jellemzően, amit említettél, hogy főleg ezek a TSI motorok, TFSI motorok, azok jellemzően nagyon sokszor előfordul, hogy a átírás után jelentkezik az a probléma, hogy nem jut be elég levegő már a szívó torkokon, mert annyira lecsökkent a keresztmetszete a lerakódásoktól. Igen, és ilyenben ez történik, nem lesz. Meg határértéken kívül lép, aztán csak hibákat dobál rá, hogyha... Igen, meg hát ugye az állapotfelméréshez itt hozzátartozik egy teljesítménynek a mérése is. Azért a teljesítménymérésből nagyon sok minden kideríthető az autónak az állapotáról. Egy előtte-utána mérés. Egy előtte-utána mérésnél. De mondom, én már találkoztam úgy, hogy ezeknél a TFSI motoroknál, hogy az alapmérés az teljesen jó volt, viszont a beállítás után már, amikor több levegőt kellett volna szállítani, előjött a probléma, hogy az nem fog bejutni. Tehát akkor ne világító millel érkezzünk, igen, és füstölő motorral. Igen, nagy olajfogyasztás, mert ugye azért azt elfelejtik az emberek, hogy itt van folyamat van, ami mindegyik összefügg mindegyikkel. Tehát nem lehet csak az, hogy na, adjunk még töltőnyomást, és akkor amit mondasz, hogy utána meg lehet, hogy előhoz egy olyan hibát, ami eddig takarva volt, és amit elfedett az, hogy nem volt maximálisan kihasználva a teljesítmény. Igen. Nagyon fontosnak tartom, hogy a ennél akár az egyszerű szívó chip tuningnál, de bármilyen más tuningnál nagyon látni kell a különbséget a sorozat tuning és az egyedi tuning között. Az egyedi tuning, az egyedi építés az mindig járhat buktatókkal. Akinek már ebben van tapasztalata, szakértelme, akkor nyilván érdemesebb hozzáfordulni, mert már akkor egyből nem egyedi lesz, hanem ő már csinált ilyet, és tudja, hogy merre kell keresgélni, hol találja azokat a plusz lóerőket, plusz nyomatékot. És a sorozat az pedig általában megbízhatóbb, nem annyira egyénre szabott, viszont talán lehet egy kicsit olcsóbb. Az egyedi, a teljesen egyedi, az mindig drága. Több időt veszel, mindig van benne, akárhogy is nézel, zsákutca, kockázat, zsákutca, hogy most mit csinálsz, hú, ez nem jó, ez a kockázat, még időben megálltam, mit tudom, nem ment tönkre a motor, nem lett baja, és akkor megyek a tapasztalatom a hosszú évek alatt fölgyűlt ismeretből, hogy akkor mégiscsak ebbe az irányba kellene menni, és nyilván nem megszüntetni a védelmi funkciókat, mint ahogy néhány... Igen, hát van egyrészt ugye katalizátorvédelmi funkció, tehát azt se szabad kikapcsolni, mert összeolvadhat. Igen. Hát vannak népszerű ezek a csövek, amik katalizátort pótlók, és akkor arra szokták kicserélni, akkor maximum annak a színéből látod, hogy itt van. Túl nagy a kipufogógáz hőmérséklet. Engem nagyon sokszor kritizálnak azzal, hogy nem vállalok nagyon átépített autókat. És pont amiatt, amit a Béla is mondott, hogy azért sok benne egyrészt a rizikó, meg nagyon sok olyan elvárással találkozok, amit nem is biztos, hogy ki lehet hozni az autóból. Tehát és a másik az pedig, hogy nagyon sok idő elmegy vele. Tehát hogyha most azt számoljuk, hogy egy durván átépített motornál beállunk a fékpadra, ott nem lesz elég egy-két óra, hogy az be legyen rendesen állítva, hanem akár egy-két-három nap is eltelhet folyamatosan úgy, hogy a fékpadon van az autó, és akkor mérni, állítani,
plusz még ezzel, bemelegedési szakasz, igen, hidegindítás. Főleg, hogyha hideged be az idő, akkor azt mindig bemelegíteni, tehát rengeteg idő elmegy vele, és nincsen arányban esetleg az az összeg, amit kifizetnének azért, hogy te ennyit foglalkozol az autóval, mint amennyit valójában az egész él meg szállnának rá. Sokszor álmokat kergetünk bele, értem, igen, magamat is, tehát én is próbálom, hogy nem lehetne esetleg egy ki, biztos lehetne, de akkora a befektetés, hogy az pénzben talán nem éri meg. Hát és ilyet építi, csinálja meg magának. Hát ha igen, ez tanulja a, meg esetleg, tanulja és meg akkor azzal van, még igen, jobban is jár, hogyha azt az ismeretet megszerzi, például ebből valamennyit, kicsi információt ebből a videóból, és akkor maga biztosabban mozog ebben, de akkor is visszajön az ár, csak az ár azt jelenti, hogy a te időd. Hát élmény. Azt is adja, azt is adja, de mindenképp sok idő lesz. Tehát az egyedi tuning az egy kicsit sok pénz, és sok de idő. De nagyobb élmény. Így van, a sorozat pedig ott könnyebben megkapod. Nem maga az, hogy mész az autóval, és mert mindig van erősebb, hanem az, amikor összeáll egy ilyen rendszer, és tényleg jól működik, ha jól működik, akkor az nagy élmény. Igen. Ha meg megszívtad, akkor... Azt szokott lenni általában a tapasztalat, hogy bizonyos elméleti dolgokat összerakosgatnak, tehát hogy rakjunk rá egy nagyobb turbót, szedjük le a kibufogót. Google professzor tanításai nyomán. A közösségi médiában, az autós csoportokban mindig vannak olyan okosok, akik ezt kitalálják, hogyha rárakod ezt a turbót, az 30 lóerő, leveszed a kibufogót 10 lóerő, direkt szűrő 5 lóerő, meg még mondjuk egy matricát ráraksz még 5 lóerő, és ezt összeadják, és akkor megvan, hogy ebből az összeállításból 50 lóerőnek kell kijönni. És akkor én mondjuk, hogyha nem is vállalom el, mert pedig nem vállalom el, fölrakják ezeket a dolgokat, eljönnek, lemérjük, és közelében sem vagyunk a dolgoknak. Vagy még rosszabb a görbéje, jó eset, a gyári. Ha nem rosszabb. Igen. Jó esetben ér egy gyári. Jó esetben nem rosszabb. Igen. És akkor néznek rám, hogy, és a következő kérdés, hogy jól lett-e lemérve a padon, illetve hogy akkor most mi a probléma. Igen, a rendszerben kell gondolkodni. Igen, tehát ezekkel az átépítésekkel nekem mindig az volt a problémám, hogy ugye itt kell csinálni egy alapmérés, és nem elsősorban csak a teljesítménymérésre gondolok, viszont az is egy jó támpont tud lenni, hogy alapból milyen teljesítményt ad le az autó, és az átépítések során folyamatosan méregetni, hogyha ezt rárakod lemérni, milyen irányba változik egyáltalán a beállítás után. Tehát nehogy az legyen, hogy tényleg rossz irányba indul el a dolog, és nem azt érjük el, amit szeretnénk. Igen, meg hát azért például egy gyári autónál, aminek van sokkal erősebb verziója is, mondjuk van egy motor, 1.8-as vagy 2 literes akármi, és annak van sokkal erősebb verziója is, és nagyobb turbó, ugye azért ott elkövetnek olyanokat, hogy például egy simán egy vezérmű tengelyállítás teljesen más, tehát ahhoz, hogy ne legyen egy agyhalott az autó mondjuk 3000-es fordulatig, ugye állítják úgy a vezérmű tengelyt, hogyha te rálépsz a gázra, akkor ad neki egy kis utógyújtást, többlet, benzin, egy kicsit ráállít a vezérmű tengelyre, hogy hamarabb nyisson, mert akkor nagyobb gázáramlás van, és akkor hamarabb fölpörgeti a turbót. Tehát lehet, hogy ezt házilag azért nem olyan könnyű kísérletezni, tehát itt nagyon sok össze kell hasonlítani ezeket az autókat, amiről származik mondjuk az a nagyobb turbó, hogy miben más az. És akkor... Tibi említett most itt egy kérdést, hogy ugye ugyanaz a motor különböző teljesítmény szintekkel, és akkor Bélához fordulnék, aki ugye járműipari mérnök és egy autógyárnál dolgozik, hogy miért van ez, és hogy mi a különbség, ami a különböző teljesítmény szintek között lehet. Mondjuk a 2 liter CRTDI, ami egy nagyon elterjedt motor a Volkswagen csoportnál, ott transporterben létezik 88 lóerővel és 204-jel, meg 240-nel hosszában. Úgy. Tehát mondjuk három fő szempontot lehetne kiemelni. Egyik nyilván a felhasználás. Tehát sportosabb autó, teherautó, átlagos hétköznapi autó, annak a karakterisztikájához illeszkedhetnek ezek a teljesítményszintek. Ez is megvan. Emellett természetesen nagyon fontos az, hogy vannak adózási szabályok különböző országokban, ami bizonyos szintig kedvezőbb adózást ad. Szerencsére látom azt, hogy az Európai Unión belül is iszonyatos különbségek vannak. Tehát a teljesítmény szerinti adózás, vagy akár a regisztrációs díj, mint ami Magyarországon is ismert, ezek a dolgok nagyon eltérnek, tehát ezért is vannak különböző teljesítmény
szintek, ugye? És a harmadik természetesen a kereskedelmi szempontok. A kereskedelmi szempontok az az, hogy egy adott teljesítményért kifizetnek valamennyi pénzt, azt úgy gondolják, hogy körülbelül ez kell nekem, és az e fölötti szinteket is el lehet műszakilag érni, azért viszont már lehet egy kicsit jobb pénzt kérni. Többet keresni. Így van, ott már lehet keresni, és akkor itt jön az az optimum keresés, hogy ezt a többlet teljesítményt letervezzük a motort, és akkor visszamentünk az alacsonyabb szintre, vagy fordítva haladunk fölfelé, akkor általában szükség van a hardveres változtatásra is, az elektronikán kívül. Itt a hardveres változtatásra nyilván a másik turbó, ez sokszor benne van, dugattyú hűtés, tehát külön fúvókával hűtjük a dugattyút, akár a dugattyú is teljesen más. Jellemzően azért az injektorok is eltérnek, mondjuk, hogyha dízelről beszélünk, akkor általában ezek is eltérnek. Tehát vannak ilyen különbségek, de nagyjából a hengerfej, a blokk és sokszor a vezérmű tengelyek is nem változnak. Tehát azok azért mindegyik teljesítmény szintben egyformák, és majd szépen hozzáigazítják. Most van az én esetem, van egy Audi R4-esem, 1.8 TFSI. 88 kW 120 lóerő. Van ennek egy 115 vagy 118 kW-os verzió is, az a 163. Igen. Róan. És én ugye kicsik számoztam az alkatrészeket, csavarra ugyanaz a két motor, de csavarra. Turbo minden. Csak a szoftver nem egyezik. Igen. Egyébként én el vagyok ezzel a 120 lóerővel, talán egyszer megnéztem a teljesítmény görbét, úgy van, hogy 3750-ig növekszik a nyomaték, és utána van egy vonal, és egyébként meg tök jól működik az autó ezzel a 120 lóerővel is, mert tempomat 180-nal lemész a térképről vele, nem forog sokat hatodikba, de azért mondjuk néha úgy érzem, hogy sérvet kap egy emelkedő, amikor így erőlködik, olyankor hiányzik az a plusz, amit nem vett meg az, aki először megvette ezt az autót. Nem volt, csak volt az 120 lóerő. Ilyenkor az érzik a szeme az emelkedő nyomnál. Nyomatékod azért biztos van, tehát a 120 lóerő nem tűnik soknak, de igen, bőven 200 fölött lehet. Ilyenkor az a kérdés, ugye, hogy ezzel például te meg tudod csinálni azt, hogy ami a különbség a két szoftvert között, csak azt írod át, mert mondjuk például én, ha chiptuningoltatnám ezt az autót, akkor nem szeretném, hogy nagyobb előgyújtást legyen, mert nekem egyébként megfelel ez az autó, nem is lehet vele versenyezni, de utazásra meg tökéletes, mert csöndes, jól fogyaszt. Viszont amit mondtam, hogy néha mondjuk ha előzök egyet a 4-es főúton vagy ilyesmi, akkor jó lenne a többlet teljesítmény, de nem szeretnék 100-as benzint tankolni bele, tehát én ezzel így tök el vagyok. Tehát lehet olyat csak, hogy mondjuk átállítani arra a verzióra. Lehet persze, ugye jellemzően pont ezeknél a típusoknál úgy van befolytva a teljesítmény, hogy nagyobb fordulaton elkezdik visszafolytani a nyomatékod vele. Ez nagyon, mert ott megáll a... És azáltal jön ki a lóerő maximumod. Tehát, hogyha azt a görbét följebb engedjük, tehát ott még engedünk be egy kis levegőt, meg állítunk hozzá egy kis üzemanyagot, akkor ott megjön a teljesítményed. Uh-huh. Jellemzően nyomatékban akkor a különbség nincsen a kettő között, hanem csak az a rész van ebben a 40 lóerőben visszafolytva, nagy fordulaton. De az egyébként általában nagy. Ott van elvágva gyakorlatilag, ahol őt azt engedik, ezt ott elvágják, és azt mondják, hogy jó, van öcsém, elég neked. Teljesítmény maximumhoz tartozó fordulatszám is jellemzően csökken. Nagyon durván, drasztikusan kell levinni a nyomatékot, a töltőnyomást ahhoz, hogy ezt az alacsony teljesítményt elérjék. Igen. Pörög a motor, lehet, hogy 6 és felett ez is, de valahol nem tudom, 5000 valahány száznál lehet a... Igen, a tehát... Hát ennek 3750-nél. A nyomaték, de a teljesítmény az így följön, igen. Tehát az látszódik egy ilyen mérési görbén, hogy a lóerőnek a görbéje, ugye folyamatosan ott van viszintesen, hogy tartva, így van. Picit hullámzik, hogy próbálják ott lent tartani azon a szinten, hogy nehogy véletlenül följebb menjen lóerőben, és úgy kapjuk meg ezt a 120 lóerő környékét. Most így a két teljesítmény szint, a 120 lóerőt, a 163 lóerő, tehát a 163 lóerőn is te tudsz húzni igazából. Persze. Gondolom csináltam ilyen motor. Hogyne. Mi az, amit elérhető? A 163 lóból, akkor az ilyen, mert csavar ugyanaz a motor, akkor ugyanazt a Tibi is tudná. Így van, tehát normál... Amire nekem is nem lenne szükségem, tehát teljesen értelmetlennek tartanám. Mondjuk ez a 163 lóerős verzió, az tök jó. De erre majd tudnék neked egy mérést mutatni, hogy igazából nincs akkora jelentősége. Mert hogyha te nem forgatod le 4000 fordulat fölé, akkor nem fogod kihasználni azt a plusz lóerő teljesítményt, amiről beszélünk.
Tehát, hogyha egy hétköznapi tartományban használod 3500-as fordulatig az autót, igen, odáig megegyezik, az ugyanaz szinten lesz, mint a másik. Uh-huh. És hogyha még esetleg följebb szeretnéd forgatni, na, ott fog előjönni csak ez a különbség akkor a kettő között. Normál esetben egy ilyen autónál ez a 210 lóerő környéke, ami reálisan ki tud jönni. De még 95 oktános benzinnel? Igen. Szóljál nekem a pörgetni. Ha pörgetni kell, szóljál, ne, te nem akarod, majd én megy. Tibi 9 ló. Olyan még. Most gondold meg. Ezért egy BMW motornál mennyit kell. Ugye, mennyi ló. Nem is kell az. Látjátok, a három szempontot beszéltem, és Tibi már mindjárt mondta, hogy akkor az a 163 ló, az azért jó lenne, 160, de 160. Ez az a kereskedelmi szempont, amikor ha ő új autót vett volna, lehet, hogy erre a 163 rabólintottam volna, és gyakorlatilag, ha akkor átültem volna egy ugyanilyen 120 lovasba, semmit nem éreztem volna, hisz alapjában sorra. Hát, akkor, a 180-nál már csak megy. 180-nál pörög 4000-et, igen. Tehát nem is nagyon a hétköznapi használatban, szerintem városban is nagyon ritka, hogy a 3000-et eléri a forduló. Persze, nincs is. Én általában úgy autózok, én elváltok, ugye, amikor tartógázzal autózom, akkor az a lényeg, meg legyen olyan 1500-as fordulat, mert aki mért már olajnyomást, az tudja, hogy alapjáraton alig van. Éppen hozzáérsz a gázpedálhoz és már megy föl. Tehát a normális közlekedés az olyan 1500-as fordulatnál lehet, tartógáz, de amikor gyorsítani akar az ember, ugye ekkor van az, hogy nagy terhelést kap a motor, amikor alacsony fordulatról szeretnék kigyorsítani. A legtöbb motor egyébként így is koppan le, tehát a kopogás és égés is az olyan 1800 és 2500-3000-es fordulat között jelentkezik, amikor nagy az autónak a tehetetlensége, mert még nincs lendület, és akkor rálépsz, jó, megtaposod, és elkezd tölteni a turbó, ez a turbó motoroknak a halála, tehát ott inkább vissza kell kapcsolni, vissza. De akkor se kell pörgetni, mert 2000-es fordulattal már nyugodtan lehet nyomni neki, csak ugye, hogyha a hatodikban mész mondjuk 1500-es fordulattal, akkor ott nem illik megpadlózni, tehát ez az, amit esetleg elkövethetnek az emberek, hogyha vigyázzanak a motormechanikára. Nagyon sok emberi részt vettem azt, hogy vigyázok a motorra, nem forgatom, és ez a 1000 környéki fordulaton csurog a városban, és ülök a kocsiba mellette, és hallom, hogy a motor az könyörül a kegyelemért. Kettőt kéne már visszakapcsolni. Igen, könyörül a kegyelem, és lehet hallani, hogy már a remegés határon van magamról, és rázza az autót, és akkor onnan gyorsít 1001-es fordulatról, és könyörül a kegyelem, a motor és a váltó az azért van az autódban, hogy használd. Én ezelőtt alatt nem járok kocsival soha, és ugyanaz, amit a Tibi mond, hogy nincs olajnyomás. Az olajnyomás akadályozza meg azt, hogy a hajtókar csapágy a hajtókarhoz így oda, ugye, meg a folytengézi oda is sem, mert hát a nyomás tartja fönn. Jó, ez a film réteg, ami a film réteg, a csapágy meg a csapágy. Nincs fordulatod, nincs olajnyomása. Ezt amikor motortervezést csináltunk, és akkor az örök életre belévésődött, amikor kiszámoltuk ezeket az erőket, hogy milyen tömegerők ébrednek a fordulatszámok függvényében, és akkor lehet ezt nagyon érezni, hogy van ez az alacsony, amikor olyan gázerők jöhetnek létre, hiszen van már nyomás, van effektív középnyomás a hengerben, és még a tömegerők semmi semkit nem egyenlít ki, aztán persze van a másik véglet, a magas fordulatszám, hogy ezt mindenképp el kell. Nem kell szép pörgetni, de nem kell, így van. Meg ugye minél nagyobb a karosszéria, azért azt is tegyük hozzá, hogy nem mindegy, hogy egy Trabant karosszériát kell felgyorsítani, vagy pedig egy ilyen két tonnás valamit, és akkor befeszülni a motort. Igen. Mert egyébként viszont a 3000-es motoromnál, akkor beszéltük is, hogy milyen alacsony fordulaton és milyen jól autózható, az is ötödikbe 1200-as fordulaton picit hozzáértél a gázhoz, és gyönyörűen annyira nyomatékos volt. Ez már oda vezet, már követ. A motor, az a 3 literes szívó motor, igen. Nagyon, nagyon. Tehát hogy ez már oda vezet, hogy ott jó volt a hatásfoka. Igen. És a hatásfokról én kicsit átkötnék már ide, hogy akkor mi van, hogyha ezt a mennyi 210 lóerőkörnyit mondtál? 210, igen. Fogyasztás, a hatásfok, hogyan alakul egy ilyen esetnél? A fogyasztás az mindig nagyon sok mindentől függ. A legnagyobb részben a pedál, hogy ki hogy nyomja a pedál, tehát a vezetési stílustól függ a legjobban. Egyéb környezeti paraméterektől, ugye hidegben is többet fogyaszt az autó. Mindenféle időjárási körülményt figyelembe kell venni. Hogyha csak kifejezetten a beállítási oldalt nézzük, akkor általában egy ilyen beállítás után a fogyasztás az vagy marad, vagy kevesebb lesz.
mégpedig azért, mert ugye alacsonyabb fordulatszámon nyerünk nyomatékot, és több ideig van az autó alacsony fordulatszám tartományokban használva, mint magas fordulaton. Érzi az ember, hamarabb föl van. Igen. Vagy hamarabb föl tudja gyorsítani a tömeget, és hamarabb be lehet váltani a váltóval. Uh-huh. Nyilván, hogyha a nagyobb lóerők ki vannak használva, ott többet fog enni. Okay. Tehát, hogyha a nagy terheléses tartományok vannak többet kihasználva, akkor ott többet fog enni az autó. Tehát csodák nincsenek, azért valahonnan nyerni kell az energiát, de normál keretek között észre használva általában azért kevesebb szokott lenni. Az apukám szokta mondani, hogy finggal nem lehet tojást festeni. Igen. Tehát, hogy hát ezt a 120-ból 210 lóerőt csinálva elkezdett használni az autót, és nyerezed, igen. És érzi, élvezed, hogy fú, de jó megy a kocsi, igen. Akkor az emlék fog. Valamit, mert meg kell etetni ezt a 210 lóat. Egyébként ezek nüansznyi dolgok, mert például azt sem lesz észre az ember, hogyha elkezdi használni a nagyobb teljesítményt lámpától lámpáig. Ahol szintén meg kell állni, ugye megint gyorsítani, megállni. Csak annyival használja jobban, hogy lendületesebben közlekedik vele. Tehát gyakorlatilag, ha kap egy chip tuningot az autó, és ugyanazt, vagy kevesebb fogyasztást szeretne, akkor nem kell annyira lenyomni a gázpedált, de mégis igen. Eléri ugyanazt a gyorsulást. Igen. Tehát itt, mert aki eddig 10 másodperc alatt gyorsított fel normális üzemmódban mondjuk 60-ra, akkor ezután is 10, tehát azt kell néznie, tehát ahhoz képest kéne nézni a fogyasztást, igen. Hogy most is úgy használja azután, hogy akkor is 10 másodperc alatt gyorsít fel 60-ra, és akkor mit dob a gép. És még itt csak a chip oldalról beszéltünk, semmi más hatékonyságnövelés, akár szívó, akár kipufó oldalon nem volt. Nekem volt már chip tuningos ilyen 1.9 TDI-m, és ilyen fogyasztás csökkenésről azért nem beszélhetek, mint felhasználói élményről, mert hát jobban nyújtam a gázt. Mert élveztem azt, hogy a kocsi dinamikusabb. Igazából én körülbelül ugyanott voltam fogyasztásban, mint előtte, csak az élmény volt nagyobb. Igen, tehát azért a jellemző, nekem is az a tapasztalatom, hogy megcsinálunk egy autót, és akkor az ilyen 2-3 hétig mindenki próbálgatja az erejét. És akkor csodálkoznak, hogy nincsen teljesítmény csökken, vagy fogyasztás csökkenés az autón. Hát ez emiatt, mert hogy mindenki nyomja neki. De ugye jellemzően, hogyha egy kamionnal keresnek meg, ott a fő szempont az, hogy a fogyasztása legyen csökkentve. Tehát, hogyha ott elérünk 1-2-3-4, akár 5 liter fogyasztás csökkenést 100 kilométeren, azért az jelentős. De akkor itt beszélhetünk is már akkor a dízel autókról. Ugye szerintem ott is fontos, amit az elején elmondtam, hogy egy karbantartás, egy átvizsgálás, rengeteg kipufogógázból, visszavezetésből adódó kormot, retket ki lehet pucolni egy ilyen autónak a szív oldaláról. Már eleve az sokszor egy chip tuningnak tűnik, amikor azt a rengeteg mocskot kivakarod belőle, tehát nem tudom, hogy szoktak olyannal keresni, ami esetleg annyira gatya állapotú, vagy általában azért felfogják észre, hogy először egy karbantartás kéne neki, és akkor utána. Egy ilyen turbo dízel common-rail motoron mi az, amit lehet állítani, úgyhogy akár kevesebbet fogyasszon, vagy hogy dinamikusabb legyen? Tehát egy dízelt ugye azt üzemanyaggal tud szabályozni, mikor mennyit fecskendezzen. Mennyiségi szabályozás erre, ugye? És akkor ez alapján... Minőségi, bocsánat. Nyomatékot tudunk rajta emelni, akkor ott megint megtakarítás lesz. Uh-huh. És azért a dízelnél elég jó eredmények érhetők el ebből a szempontból. A benzines azért egy kicsit másabb, a szabályzása miatt egy picit szűkösebb a keret, de a dízelnél az elég jó értékek tudnak kijönni. És ilyenkor, amikor ugye hát a légfelesleg csökken, ilyenkor a kipufogógáz visszavezetésen is kell állítani, vagy pedig az után állítódik automatikusan, ugye beszívott levegő mennyiségével arányosan. A kipufogógáz visszavezetésnek teljesítmény szempontjából igazából nincs jelentősége, ugye mert az egy padlógázas gyorsításnál az lezárt, tehát olyan, mintha bent sem lenne, mert fel szokott merülni a kérdés, hogy legyen-e lezárva benne EGR szelep például. Uh-huh. Én nem szoktam, mert nincs értelme. Tehát, hogyha most kifejezetten csak a teljesítmény oldalát nézzük, akkor nincs jelentősége, hogy most az EGR szelep benne van és működik, vagy nem, mert egész egyszerűen egy padlógázas gyorsításnál az lezárt. Uh-huh. Nyilván más kérdés, amit mondasz, hogy a szívoldali lerakódások egyik okozója tud lenni, nem közvetlenül ugye az EGR szelep, hanem a egyéb problémák, olajkerül a rendszerbe, és azáltal lerakódások keletkeznek. Az... Bocsánat, mondjad. Csak annyit akartam mondani, hogy ez az EGR szelep amúgy is egy momos, tehát nagyon sok
tunert, vagy chip tunert, vagy keresnek meg azzal, hogy ugye mindent írjanak ki, csak az is sok felejtik azt, hogy ugye egyrészt az egérszeletnek nem csak az a funkciója, hogy megszopassa az autógazdáját, és ezáltal plusz munkát adjon az autószerelőknek, hogy onnan ki kelljen vakarászni a szív oldalról, hanem az egyik legfontosabb tulajdonság az egérszeletnek, az, hogy azok a helyett, a levegő helyett, ami egyébként a munkaciklusban nem venne részt, hisz ugye minőségi szabályzása van a dízelnek, oda azért kell ez az inertgáz, hogy mert ő csak ott van. Ez olyan, mintha itt most négyen vagyunk ebben a műsorban, de még itt lenne három ember, akik meg se szólalnak, nem vesznek részt a műsorban, csak azért vannak, hogy kitöltsék ezt a teret. Tehát pontosan ezért kell visszaengedni a kipufogást, hogy legyen olyan gáz a hengerben, ami nem vesz részt a munkában, így csökken a NOx kibocsátás. Tehát ez a NOx, a nitrogénoxid, dinitrogénoxid, ezek hihetetlenül rákkeltő anyagok, és egyszerűen ez egy alapvető felelősség, hogy ha tehetünk róla, akkor ezt a kibocsátást ne növeljük. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ez egy jótékony hatása is van az egérszeletnek, mert például a hidegindításnál, amikor már eleve visszaenged egy kis forró kipufogó gázt, akkor hamarabb bemelegszik a motor, a hengertöltet ugye nem csapódik ki a gázolaj hengerfalra olyan sokáig, tehát gyakorlatilag a motor kopást is tudja ezt csökkenteni. Azért ez az egér, ez egy momos, és ezt állandóan írtják, dubozzák, és a többi nem feltétlenül kell ezzel hatékonyan kell visszahűteni a kipufogógázt, erre meg vannak ugye a gyári berendezések. Egyszerűen karban kell tartani ezt a rendszert, ki kell pucolni és kész. Alapvetően egér visszavezetéssel csendesebb is a motor. Persze. És a fő probléma az nem az egér a kipufogógáz visszavezetéssel van, hanem amikor az a kipufogógáz már kormosabb, igen, akkor több kormot vezet vissza nyilván az egérszelep, és akkor történnek a lerakódások, tehát az eredő ok az nem az egér léte, hogy van-e vagy nincs, hanem hogy már sajnos már a porlasztó jellemzően azok már nem olyan fényesek, és hogyha most a porlasztónál tartok, ugye benzinesnél nagyon ismert, hogy meddig vannak kihasználva, kihajtva az injektorok, tehát hogy már tényleg ott a 80 és a 100% között van jellemzően. Dízeleknél ez hogy néz ki, mert az nem annyira ismert. Magyarul van-e benne még mindig tartalék, a dízeleknél a befecskendezési idő, a nyomásra, a nyomásesésre, a réltérfogatban vannak-e még mindig tartalékok? Vannak. Én azért a legtöbbször az üzemanyag nyomáson már nem nagyon szoktam emelni, mert hogy már ezek alapvetően elég nagy nyomáson dolgozó rendszerek, tehát azt nem szívesen terheli már tovább az ember, úgyhogy azon a részén nem, de ugye szállítási mennyiségben még vannak benne általában tartalékok. De mennyit tudsz, tehát nyitási időben ezek azért ilyen millisekundumok, tehát ilyen szerintem mondjuk azt mondtad Béla, hogy 80%. A benzinesnél. De benzinesnél is mondjuk egy szívó csatorna befecskendezésünél, mert azért közvetlen benzin befecskendezés motornál is, ugye azt látod a szabályzásnál, hogy növeli a nyomást, de a nyitási idő az majdnem állandó. Az nem változik. Hát az ilyen 1,2 millisekundumnál én nem nagyon látok nagyobb nyitási időt, mert ugye a forgattyú szög fontos, hogy milyen forgatószög alatt megy be a, meg ugye maga a gyújtás történik a dízelnél azzal, hogy befecskendezem, hogy ott sem lehet az időt növelni, ezért vagy több lukkal tudom, más injektorral, igen, vagy nyomással. Tehát a szállítási kezdetet, az előbb befecskendezés az... Korábban kezdjen el befecskendezni, egy picit meg lehet növelni a mennyiséget, ugye ott azért pár dologra azért figyelni kell, hogy a kipufogó oldalon ez ne okozzon problémát, de alapvetően ezekkel lehet nyerni egy kis. És elég. Tehát akkor az injektor és a szállítási mennyiségek elegendőek erre. Mondjuk az állapottól függően azért az injektorokon nagyon sok múlik. Tehát a porlasztási minőségen nagyon sok el tud bukni egy dízel autónál. Nálam volt itt egy olyan 5-hengeres alfa, aminél rosszak voltak az injektorok. Alul nyomatékszegény volt a motor, fölül pedig füstölt. És kicserélték az injektort 5 újra, elő megjött a nyomaték, de úgy, hogy 100 Nm ment föl a nyomatéka. Aztán. Nem is kellett tuningolni. Már meg volt írva, tehát azért jött. 100 Nm ment föl a nyomatéka elől, és fönt meg eltűnt a füst. Tehát a porlasztási minőségen nagyon sok minden múlik, és hogyha állapotról beszélünk, akkor a dízeleknél főleg ez a sarkalatos pont, hogy a porlasztók milyen állapotban vannak. Ezért gondolom én, hogy úgy kell, hogy kezdődjön a chip tuning, még mielőtt bemegy valaki a chip tuning műhelybe, hogy motor állapot.
És ebbe ugye beletartozik az is, hogy az injektorokat be kell vizsgálni próbapadon. Tehát nincs mese, ez másrészt megkerülhetetlen. Tehát ez, bárhogyha nincs rá utaló nyom, nincsen rá utaló, talán az túlzás, hogy az injektorokat kivenni és azt is bevizsgálni, de hogyha egy kicsit ráutaló bármilyen paraméter van, hogy rosszak lehetnek az injektorok, akkor azt is el kell. Mert azért itt azt is nézni kell, hogy a hengerek közötti szállítási mennyiség különbség az milyen problémákat tud okozni, akár elolvaszthat egy dugattyút, hogyha te emeled a töltőnyomást, a szállítási mennyiséget és rossz egy porlasztási kép, lehet, hogy addig még úgy, ahogy eldöcögött, aztán a bepisérő injektor meg szétolvaszt egy dugattyút, és ugye azt fogja ő mondani, hogy te rossz szoftvert írtál rá. Igen. Mert talán volt olyan autószerelő hozott ide olyan Peugeot, ami például nem indult be. És nem tudtuk, hogy mi a helyzet, meg az be is indult, rángatta az egészet. Az mondjuk egy jó chiptuninga van. Hát kell, hogyan ne csináljuk. Igen, hát végül is nem tudom itt a dízelnél, miről lehet még beszélni. Ugye, ami még nagyon népszerű téma, az a részes köszűrő, maradjon, ne maradjon. Hát szerintem erre egy iparág épült a részes köszűrő kiiktatásra. Nem tudom, ezt lépjük át, hagyjuk a beszélhetünk róla. Én nem vagyok híve a kiszedésnek, tehát én általában én szeretem a gyári rendszereket, tehát ha kimegyünk és megnézzük az én automat, ott is végigpuszhatjátok az újatokat nyugodtan, tehát az fém tiszta. Én nem szeretem ezeket a dolgokat, meg igazából nincs is jelentősége. Tehát hogyha most megint teljesítmény oldalról közelítjük meg a dolgot, akkor a részecske szűrő akkor fog teljesítményt nagyon visszavenni a motorból, hogyha az esetleg már túlzottan le van rakódva. Igen, akkor csinál egy torlónyomást. Hisz a turbó és a hengerfej közötti szakaszon sokkal nagyobb a torlónyomás, mint a turbó után és a részecske szűrő előtt. Tehát igen, ugye eleve ez ott lehet. Mekkora a torlónyomás a turbófeltöltő és a kipufogó szelep közötti szakaszon? Mondjuk van egy arányszám, hogy a töltőnyomásnak hányszorosan lehet ezt valahogy... Hát... Én, amiket idáig nézegettem, nem nagyon tudok ilyen arányszámot neked mondani. De nekem valami olyasmi rémlik, hogy legalább a másfélszeres kell legyen. Általában egy-kettő e körül. Tehát, hogyha van mondjuk egy bár töltőnyomásod, akkor legalább másfél-két bár a igen, de volt már három és fél körül is előfordulnak, úgyhogy... Na, tehát egy részecske szűrőnek az ellennyomása, hogyha tiszta, akkor meg ilyen 3/10 bár körül, legalábbis az én diagnosztikai tapasztalatom, ezért én ezt nagyon sokszor méregettem, hogy ilyen kipogogázni mások a katalizátor előtt. Tiszta 3/10 bár? A csúcsok, igen. A csúcs? Tehát így méret okay, csúcsban. Oké, okay, és úgy, teljes terhelésen. Hát igen. Így van. Tehát amikor megpadlózott, de ezt úgy képzel, ezt oszcilloszkóppal mérve, és a lökés hullámok. Igen. Csak akkor teljes terhelés. Így van. Hát úgy van értelme egyébként részecske szűrő ellennyomást mérni, hogyha beteszed mondjuk 2-3-asba és nyomsz egy padlógázt, tehát hogy legyen is. Igen. Igen. De akkor azok ilyen csúcsok. Tehát nyilvánvaló, hogy egyébként élő adatban mi egy buta dolog. Lassú is. Lassú is, és a szenzornak nincsen olyan mintavételezése, ott ilyen tizedes érték, így van. Egy tized. Hát ez a technológia, azt hiszem, megy ki a világból. Mi a helyzet az elektromos autó chiptuninggal, vagy hibrid autó? Fordultak már hozzád ilyennel? Hibridet azért elég sokat csinálok, igen. Ugye? Mi az igény? Ugyanaz, mint a normál hagyományos motor esetén. Úgy értem, hogy ott a benzines részt, vagy az elektromos részt? Nem, tehát az elektromos rész az azért nem tudok hozzányúlni. Okay. Ugye ott a hibridnél ott mindig a hagyományos motor. Most beszélhetünk egy dízelről, vagy egy benzinesről, ott mindig a hagyományos motor. Ugye az ugyanolyan motor van bennük, mint a többi hasonlóban. És akkor azt a részét, azt lehet rajta erősíteni. De ők mit szeretnének? Még több teljesítményt. Ja. Hát de akkor a villanymotort kell cserélni, nem? Egy kicsit nagyobb aksi, meg villanymotor. Igen, tehát arányaiban azért nehéz kiszámolni egy ilyen hibrid rendszernél, hogy mennyi rásegítése lesz az elektromotornak. Tehát mondjuk, hogyha egy alapmotornál tudunk növelni, teszem azt 60 Nm-t, akkor a beállítás előtti, meg a beállítás utáni adatoknál nem 60 Nm pluszunk lesz, hanem akár 100. Mert a villanymotor is hozzátett. Igen, tehát arányaiban nehéz kiszámolni egy hibrid rendszernél, hogy mennyi lesz a különbség.
mert egyrészt ugye függ a töltöttségi szinttől is, meg hogy mennyit segít rá az elektromotor. De alapvetően a hagyományos motort azt ugyanakkor a teljesítménykülönbséggel lehet növelni, mint normál esetben. Csak ezek az arányok változnak, és nagyobb lesz egy hibridnél, jóval nagyobb lesz a teljesítménykülönbség. És van igény rá, tehát akkor van igény. Mi az a különbség, amit el lehet érni? Hibrideknél? Aha. Hát ez nagyon változó. Tehát mondom, ez nagyon sok mindentől függ. De priuszosok mondjuk, jönnek priuszosok és szeretnének egy kicsit többet? Nem, néhány típus mondja, hogy típus, és akkor mit lehet vele kezdeni? Szívó motorra hibrid nem volt nálam. Tehát nem ugye, volt, ott megint csak ugyanaz a helyzet, hát, amiről az elején beszéltünk, hogy a szívó motor nálunk ott nem volt. Mindegy, állítsd nekik egy kis gázpedálézőt. De egy turbóbenzin, turbódízel motornál ott lehet. Tehát ugyanaz, mint egy normál csíptőzőnál, ugyanaz. Csak mondok egy példát, de most ezeket csak egy fejből mondom, ezt meg kellene néznem, hogy a Volvónak van a 2.4-es dízele, ugye, és abból van a hibrid. Ugye ez mondjuk 215 lóerő. Én nem szeretek lóerőkről beszélgetni, én inkább nyomatékban tudok gondolkodni, úgyhogy inkább a nyomatékot mondom. Annál a motornál mondjuk normál esetben egy ilyen 60 Nm, ami reálisan benne van. Most egy hibridnél ez akár 100 Nm, vagy még több is változást eredményez. Ugyanazzal nem tudom, miért kellett azt a jó kis dízelmotort ilyen hibrid rendszerrel megbántani, de ez csak az én véleményem. Piaci, hát brutál lesz. Piaci igény volt rá, piaci igény. Hogy dízel hibridet gyártsanak a 5 hengeres Volvo-ból? Mégis legyen egy kis környezetvédelem benne. Hát igen. Bár mondjuk hozzáteszem, hogyha egy közvetlen befecskendezésű benzinmotort mérjek itt a fékpadon, azért az is tud kiköpni olyan szép dolgokat a kipufóból. Ha nincs benne GPF, igen. Hát figyelj, ha megnézed a korszerű dízelmotoroknak tényleg végig húzhatod a papír zsebkendőt, és az összes közvetlen benzinbefecskendezésű motorra szerelt autónak, akkor most a kipróbálja. Amelyiken nincs részecske szűrő, hát úgy sem, mert azért azon is van igen, már. Igen, van, de a legtöbbet, ha megnézed, az fordos. Egyszerűbb a technikát. Ezzel köpködtek meg engem, csináltam ilyen dízeles videót, hogy miért kell vasztatni a dízelt, mikor a hajókhoz nem nyúlunk, meg ilyenekhez nem nyúlunk. Jó, az egy másik kérdés. Az egy másik kérdés. És akkor a papír zsebkendő az Euro 5-es dízel kipufogjába, hogy beletöröltem, és a ezt kimostad meg ilyen? Nem, az olyan. Nem, az olyan. Az olyan. Az olyan. Az olyan. Az ott az ilyen sirokkóm, beletörölsz, és az tiszta. Az olyan. Az olyan. Igen. Jöhet a hamus komment, mert ugye a hamu keletkezik, az el is igen. Tűnik belőle. A másik kérdés, ugye már itt érintetted, hogy a mindenki lóerőbe gondolkodik, hogy mennyi lóerőt tett a lóerék és a nyomaték. És hogy mi a fontosabb egy chiptuningnál? Ezt tisztázzuk azért az emberek fejében. Tehát egyikből lesz a másik azért. Tehát... Igen. Igen. Mind a kettő fontos, tehát hogyha ebből a szempontból nézzük, akkor mind a kettő fontos, mert az egyikből, ahogy Tibi mondta, az egyikből lesz a másik. Tehát bocsánat, nekem van egy nyomaték kulcsom, ami 360 Nm-nél lekattintom egy kézzel, mégsem hajtok vele autót. Tehát abból nem lesz teljesítmény, hogyha nincsen. Ugye teljesítmény, a erőször elmozdulás. Pont arra gondoltam igazából, hogy hát... Mi a fontosabb egy chiptuningnál? Egy szép nyomatékgörbe, egy széles, lapos, egy kiugró nagy teljesítmény, tehát az én agyamban ez úgy él, hogy a teljesítmény az az, amikor a hülye gyerek dicsekszik, hogy mekkora a farka, a nyomatékgörbe, egy szép nyomatékgörbe az meg az, amikor mennyire tudom én azt, igaz, kicsit kisebb, nehéz egész nap állat. De fickos. Én nem égek a pornóforgatáson, ő egyszer megmondta, hogy úgy, egy másodperc megvolt, lemértük. Én meg dolgozom bele egy órát. Én mindig azt szoktam mondani, hogy itt a görbéket mindig egészében kell nézni. Tehát itt nagyon sokszor az a probléma, hogy mindenki csak a végteljesítményt kezdje el nézni a beállításoknál. Nem törődünk azzal, hogy azt a teljesítményt hogy érjük el. Tehát lehet egy nagyon szép lóerő teljesítményünk úgy a végén a fordulatszám vége fele, hogy tényleg szép, az alja viszont nem úgy néz ki, ahogy szeretnénk. Jellemzően ugye ez, amiről beszéltünk, hogyha egy nagyobb turbót rátesznek ugyanarra az autóra, alul nyomatékot vesztünk fölül, szép lesz a teljesítmény, és akkor lehet neki örülni, hogy
milyen nagy teljesítményünk van, holott a nyomatéka nem túl szép. Tehát én azt mondom, hogy mind a kettő fontos, de egészében kell nézni, és ott is inkább a nyomatéknak a lefutása lesz az érdekesebb, hogy ez mennyire egyenletes, van-e benne valami esetleg olyan kiugrás, ami nem oda való. Pont erre gondoltam, hogy korábban már beszélgettük, hogy ide jöttek hozzád, amit BMW-re akasztottak, nem Iveco-turbo, nem hasonló sztorit meséltél, hogy volt egy bűnöltes teljesítmény, csak a dízelnél 4000 ért meg, vagy valahogy a teljesítmény. Tehát ez a pont semmire nem jó, 4004 hárban. Ez a minek kategória. Ez a szuper. Igen, tehát egy régi 525-ös TDS-re raktak rá egy nagy Iveco-turbót a fiatalok, és ott az volt a helyzet, hogy alul nem volt nyomaték az autónak, ugye csak füstölt és nem ment, és a végén ilyen 3500-nál így hirtelen megdobta a nyomatékot, ugye azáltal magával húzta természetesen a lóerőt, és akkor ott örültek neki, hogy milyen, mekkora lóerőértéket értünk el, de amúgy az autó meghasználhatatlan volt, mert alul nem volt semmi nyomatéka. Bakan Swift meg oda veri. Szívódízel volt alatta, lényegében meg hát részterhelésen, meg mindig, nem csak a nagy fordulaton. Hát igen. Ugye ez azért van, mert kijön X mennyiségű levegő a motorból, és az X mennyiségű levegő van egyszerű. Van egy a papírjáték ilyen szélkerék. Megfújod, és hogyha azt a papír kis szélkerek kicserélni fémre, aminek sokkal nagyobb a súlya, megy a sokkal nagyobb turbóra, sokkal nagyobb a benne lévő lapátnak a súlya, ugyanúgy megfújod, akkor az nem fog pörögni, de ha mint az állat fújod, mert már nagy a fordulat, akkor majd megmozdul ezt, és akkor majd ad neked erőt. Nyilván, hogy a nagyobb teljesítményt nagyobb turbóval lehet elérni, de az, amit mondtam, hogy itt mást is módosítani kell ahhoz, tehát hozzávaló vezérműtengely, tehát nagyon-nagyon sok minden, mondjuk egy dízelnél éppen ott a kipfogó oldalt sose állítja, de szerintem itt nagyon sok minden mást is nézni kell. De hát lehet nekik ez volt a cél, hogy legyen egy szám, amit betudnak a kommentbe vagy a csoportba. Ugye a erő ennyi. 450 és kész. Ekkora cerka használ, nem tudom, de nagy. Tehát mindig a nyomaték érdekes, hogy teljes tartományban hogy adja le azt a nyomatékot igazából. De tudok esetleg mutatni olyan mérést, ami turbóbenzin motor. Ott egy hibrid turbót szereltek rá az autóra, fölprogramozták, és tudok hozzá mutatni egy olyat, ami csak simán egy utcáról bejött autó lett megírva. Ott is körülbelül 100 Nm nyomatékcsökkenés van alacsony fordulatszámtartományban. Jó, hogy 3500-4000 fordulat fölött már az több levegőt tud szállítani a nagyobb turbó, de alul, ahol pont használnád az autót, ott meg vesztettél 100 Nm. Tehát, hogyha pályázol az autóval, akkor nyilván jobb lesz a nagyobb turbó rajta. Igen. Egyébként a dízeles kérdésedre sokszor az a megoldás, hogy az is egy válasz, hogy alul ezt a lyukat el lehet tüntetni elektromotorral. Hát vagy a változó geometria, igen. Az is, de hogyha miért van elektromosság ugye a Volvo-nál is, vagy néhány autónál, a mild hybrid technológiák alul azzal a 10-15 kW-tal. Ott löki meg, ott, igen. Ott segít, tényleg ezres meg ilyen fordulatokon, vagy hát hogyha simán azt nézed, hogy a maga a hibrid megoldás, hát ott több áram megy, és akkor majd, amikor megjön a benzines, turbónak, hát, igen, mert mindig megmozdítani nehéz, tehát hogyha tolunk is egy kocsit, ugye elindítani nehéz. Ugyanígy a káros anyag kibocsátás is ott a legnagyobb, amikor elindulsz. Akkor löki ki a füstpamacsot, löki a legnagyobb pamacsot, amikor nyilván nem a talába. Igazad van, hogy ebbe sokkal jobb lehet egy ilyen hibrid rendszer, hogy megmozdítani segít utána, már amikor tartani kell azt a sebességet, akkor meg a dízelnek a hatékonyságot. Összetettebb, bonyolultabb, drágább javítani, avul, megy tönkre, de azt az én hogy sok száz lóerő legyen abban a pillanatban. Én fölöslegesnek tartom, hogy egy autó dízel is legyen, meg hibrid is, mert valamikor fölösleges. Tehát szerintem. Nagyon csekély a lét. Tehát tényleg azért egy olyan dízelmotorokat fejlesztettek már tényleg a változó geometriás turbó elektromosan állítja, odaállítja, amikor kell, azonnal pörög, tehát nyilván nem az Iveco turbó. Vagy hogyha az SQ7-et nézzük például a Audinak a dízelmotorját, ugye a 3 turbóval, ott van benne egy elektromos turbó, ami
kifejezetten ezt a célt szolgálja, hogy nagyon alacsony fordulatszám tartományban egy elektron rásegítéses turbó megnyomja, és ott már ilyen 1600-1800-as fordulatszámon már 800 Nm áll rendelkezésre. Az csak, hogy azt szereti, nem? Meg a hátunk szeret, hogy hogy megy. Tehát ezek az, ezek az ügyféligények, amikre ezek próbálnak megoldást adni, mert most ugye, amit mondtunk, az is egy 10 éves technológia volt. Igen. Ma már ez egy kicsit másképp megy korszerűbben, de ezt adja, hogy fú, nagyon megy. És már lentről rettenetesen megy. És már lehet, akárhol rálép. Ahol nem kéne, mert még az olajnyomáson nem akkora. És akkor jön a Dózsa György úti. Egyébként olajnyomást is ugye már azért jó, lehet, állítani az lehet. Igen. De az már sarkal, az már semmi. Az előbb mondták valamit, hogy építettek egy hibrid turbót a fiatalok, és hogy 100 Nm-t vesztettek vele. Volt korábban egy ilyen műsor, amiben egy ilyen turbóépítő srác beszélt erről, és ott megmértünk turbó lapátkereket, és ugye pont az volt, hogy lehet olyan hibrid turbót építeni, ahol a lapátkerékben nem, vagy a kompresszorkerék, az könnyebb, mint a gyári, vagy hasonló súlyú, hiába nagyobb a lapát, és akkor viszont nincsen ez a fajta veszteséget, nem? Nem tudom, tehát én ezekben nem tudok nyilatkozni, mert nem mértem. Tehát én csak a saját tapasztalatból tudok beszélni, amiket én mértem, hogy ott általában alsó fordulatszám tartományban veszteség. Ez pont ezért szokott lenni, ugye, amit az előbb meséltem a szélkerekes példával, hogy ha a lapátkereked lehet nagyobb egy picivel, de mondjuk a súlya nem változik, akkor azt időkben fogod tudni fújni. Ugyanazzal a szélsebességgel. Valószínűleg más anyagok, egy kicsit. Más anyagok, hát nyilván igen, a matematika az más lesz. Meg van olyan ős, amikor a mutatott ott a Dezső ilyen kereket, ami könnyebb, nagyobb, de könnyebb, mint eredetileg volt a gyári keréknek a súlya. Nekem ugye van egy abartom, és erről beszélgettünk korábban, hogy ezt majd csinálunk olyan valamit, de megcsúszott a kuplunk a múlt héten, úgyhogy ez nem következett be. És ezekről a motorokról mesélte nekem valamit, hogy itt a teljesítmény sosem stimmel a gyárival. Igen, tehát jellemzően ez a motor az, amikor a papírforma meg a valóság az teljesen eltér egymástól. Tehát mikor annak idején kiadta a Fiat azt az 1.4-es T-Jet motort, ugye a 120 lóerővel meg a 140 lóerővel. Hát 135 az enyém, aztán az abonban van még 160. 160. A legújabbban van 145. Ez még nem a Multier, ugye? Nem, ez a T-Jet. Utána van belőle 180 lóerő, és van a Biposztóban 194 lóerő. Igen, tehát itt általában ezek a teljesítmény különbségek nem minden esetben, tehát az egyiken azért más a turbó, de szoftveres különbségek vannak benne. De amit említettem, hogy ugye a 120 lóerős változatot kiadták az 1.4-es T-Jetből, ott például nincsen olyan. Tehát, hogyha lemérnénk egy 120 lóerős 1.4 T-Jetet, az mind 140-150 lóerő környékéről indul. Tehát ilyenkkel találkozol te. Akkor azon nehéz látványosabb csippelni akkor. Lehet azért. Uh-huh. Ugye ott általában azt szokott lenni, hogy a lóerő maximum teljesítményednél ott nem lesz már nagy változás. De a karakterisztikában, tehát tudod azt, hogy akkor lesz egy magasabb. Igen, tehát ugye a turbónyomással az elején több levegőt be tudunk tenni, ott még nyomatékot lehet emelni. Általában úgy néz ki a görbéje, hogy elő szépen megindul, és a vége egy picit jobban összezár. Ugye azon a részen már a turbó nem tudja annyi levegőt szállítani. Ha már alapból 160 lóerőről indulunk, lehet, hogy csak 5 lóerőt lehet emelni rajta ott a végfordulat közelében. És ezért mondtam azt, hogy a teljesítménygörbét mindig egészében kell nézni, mert hogyha most azt mondom, hogy csak 5 lóerőt emeltünk egy ilyen turbomotoron, akkor mindenki elszomorodik, hogy hát 5 lóerő az semmi. Igen, ám de elől emeltünk mondjuk 40-50 Nm-t, az magával húzza azt a 20 lóerőt környéket, és akkor már ott van a teljesítményünk, csak ugye ez a két maximális pont közötti különbségünk az lesz éppen nem annyi, mint amennyit várna az ember. Igen, ez a számok bűvölete, ez egy kicsit még mindig megvan. Ez nekem egy kicsit ilyen hülye gyerekes dolog, de valahol az emberek abba
látják viszont azt, hogy most ez megérte vagy se, és ki minél nagyobb számot tud mondani, és nagyobb számról van papírja, igen, ő annál jobban járt. Tehát Facebookon akkor néz ki jól, hogyha valaki sokkal jobban néz ki. Erre mondok akkor egy jó példát, hogyha mondjuk kirakok a Facebookra egy posztot, egy alap 2000-es turbodízel motor, ami mondjuk 150 lóerő, annál kijön mondjuk 180 lóerő. Hogyha ezt a posztot kiteszem, biztos, hogy lesz egy, legalább egy hozzászóló, aki azt fogja mondani, hogy ebből a motorból már pedig akár 190 lóerő is. Ha kirakok ugyanezt a motort, igen, ha kirakok egy ugyanilyen motort 190 lóerővel, akkor biztos lesz olyan, aki azt fogja mondani, hogy nem, hogy ebből a motorból nem jön ki biztonságosan 190 lóerő. És erre azt szoktam azt mondani, hogy itt igazából nem az számít, hogy milyen számokat lát a végén a megrendelő, hanem hogy az autóból milyen paraméterek jönnek ki. Tehát még az egyik autónál kijön 180 lóerő, úgyhogy minden paraméter jó, ami az autóból kijön. A másiknál ugyanerre a jó beállításra ki tud jönni 190 lóerő, de lehet, hogy a harmadikra még ennél is kevesebb. Hát ott egyedi. Tehát ez is egyedi, mert adnak az autó, igen, állapotától, injektoroktól kezdve, igen, mindennek az állapotától, igen, függ. Tehát a fő szempont itt a fő meghatározó az, hogy az autóból milyen paraméterek jönnek ki, és onnantól kezdve megkapunk egy számot a végén, hogy ennél a motornál, ilyen állapotnál ezekkora értéket képvisel. Tehát ha ide jön két jó barát egyforma autóval, akkor az egyik az csalódott lesz, mert az ő autójából nem ugyanannyi jött ki, mint a barátjának az autójából, pedig szög ugyanolyan kocsink van. Elképzelhető. Tehát ez nagyban mindig állapotfüggő is. Jók az értékek. Tehát ugye itt a kék a nyomatékgörbe, piros pedig a lóerő, és a hozzátartozó maximális értékek vannak itt fönt. Ez 153 lóerő, 260 Nm. Az igen, akkor a 126 azt megfejelte. Igen. Tehát azért mondtam, hogy ugye itt egészében kell nézni a görbéket, mert ugye ezek a maximális kiragadott pontok csalókák lehetnek. Ugye ha megnézitek, azért itt a nyomatéka innentől már lefele zuhan. Tehát 3500-tól, hát ugye 3500-3600 környékétől jön lefele. Azért szoktam ott, amikor nagyon-nagyon kell előznem, ott elváltok, mert nincs értelme. Igen. Tehát ez, ahol leadja ezt a 153,2 lóerőt, ez a, szerintem 5600-as fordulaton ez még nem járt ez a motor. Igen. Tehát ugye itt látszódik, hogy szoftverben van megfojtva, ez ilyen 3700-3800 környékén, ahol már elkezd laposodni a lóerőgörbe, ott vesz a dinamikájából a motor, és itt van szoftveresen is befolytva. Ugye, hogyha nem lenne szoftverben befolytva, akkor ez az érték, ez körülbelül ilyen 5000-5500-ig emelkedne folyamatosan a lóerőértéked, és ebből látszódik, hogy ez itt egy szoftveres folytás benne. Tehát, hogyha ez ki lenne rendesen engedve, akkor ez elmenne a 160-170 lóerőig is. De ez nagyon érdekes. Béla, te mit szólsz ehhez, hogy ennyit, ekkora teljesítmény többlet van benne a gyárihoz képest, és ez egy széria motor, ez nem csippelt. Ez lett volna az első, hogy nem tudni, hogy az előző gazdája mit csinált vele. Hát ha csinált volna valamit, akkor nem jelenne a nyomatékgörbe. Igaz, vagy csak ennyi volt a szakértelem. A másik pedig, hogy hát azért ez neked kellemes élmény lehet, hogy ez azért haladhat, tehát ez nagyon jó. És már most adócsaló, vagy hát igen, nem tudom. Igen, már szóval most. Már akkor itt lehet beszélni arról, hogy majdnem kilovattba tud annyit, mint amennyit igen. ígértek. Azért előfordult már nálam olyan autó, amit a Béla is említett, hogy már meg volt írva az autó, és akkor jöttek ki ezek a teljesítmények. Uh-huh. Tehát olyan is előfordulhat. Egyébként jó állapotban van, de felújítva még nem volt. Olajfogyasztása minimális, ami azt jelenti, hogy ilyen 5000 kilométeren mondjuk 6-7 deci, szerintem az egy ilyen térsi motornál az teljesen normális. Tehát 5000-enként töltök utána egy ilyen 6-7 deci olajat. Mit mondtál, hogy mennyi a... Az semmi. Mennyi a futás teljesítmény? 255 000 körül. És 35-40 ezerrel ezelőtt cseréltem rajta egy vezérlést,
egy nagy nyomású benzinszivattyút, meg kitisztítottam a szívóoldalát. Ennyi történt. Az elég az nagyon kokszos volt. A vezérműlánca már olyan volt, hogy beleért a házba, tehát a házat is szétverte. Azt ki kellett cserélni, de már mint a fedelet, vezérmű fedelet, de egyébként amúgy szűz a motor. És amit mondtál, hogy te most ebből szeretnél 160 lóerőt, akkor lényegében már végeztünk is a munkával. Igen, mert gyakorlatilag, amit mondtál, a benne maradna ez, hogy igen. De nem mondjuk, hát talán itten, valami ott lenne plusz. De odáig, tehát a 3700-as fordulatig gyakorlatilag ugyanaz az lenne. Igen. Akkor ezek szerint a turbom is jó lehet, hogyha tudja ezt a gyári teljesítménynél többet, nem? Igen, ez alapján igen. Ha bár kicsi a nyomás, ugye? Vagy mennyi? Hát, szerintem 6 tized max vagy 5. 5-6 tized körül van, úgyhogy tényleg minimális a turbónyomás, úgyhogy azért ebben még van potenciál. Uh-huh. És amiket én tapasztalok így a diagnosztikák során, az ilyen gyári nem tuning motorok, ezek a közvetlen befecskendezési motorok ilyen 9 tized bárig tolnak általában turbók. Hát ezek a fajták. Már hát azért van a 2000-es TFS-éknél, ami már 1,2, uh-huh. 1,3 körül is van. Hát a milyen normál liter teljesítményű még viszonylag. Pont arra akartam is utalni, hogy ezt a teljesítményt egy 8-as motorból szívó is tudná, igen. Nem ezen a fordulaton, nem? És természetesen nem ezt a nyomat. Igen. Tehát itt a végén, itt már alig van turbónyomásunk rajta. Igen. Itt hát már, ott már csak pörög. Már megközelítőleg igen. Szívó motorként hát üzenem. Le kell venni a nyomatékot ennyire, hogy, igen. Hogy ne szárnyalja annyira túl a teljesítmény. Igen. És akkor most mi következik? Most egy kicsit állítunk rajta. Ha már ennyi lett 153, akkor már ne 160. Hát nem, hát akkor nem, abban maradtunk, hogy rátesszük a full programot, amit majd a műsor után természetesen leveszünk, és visszaállítjuk a gyári állapotot. Ne röhögjél most! Ne röhögjél! Hát, komoly emberek vagyunk. A motort is eladta, a BMW motort is eladta. Jó. Tehát akkor létezik olyan szoftververzió, vagy tuning mód rá, hogy nekem ne kelljen 100-as benzint tankolni, mert mondjuk sóher vagyok. Sokat megyek az autóval, megyek havi 4-5 ezer kilométer közé esik. Tehát 3500-at a legjobb esetben. Mindegy. Hát ez a... Mikor alszol? Tehát melyek az autóval 3500 kötőjel 5000 kilométert egy hónapba. Mondjuk 4000-et megyek havonta, tehát én szeretném, hogyha ez miatt, meg ugye nem tudjuk, hogy ez az üzemanyag árak mikor hova vezetnek, hogy megmaradhat-e a 95-ös benzin, mint üzemanyag. Ez az egyik kérdés. Abszolút. Tehát azért a legtöbb autónál mindig általában inkább a 95-ös benzinhez van állítva a módosított program is. Ugye a 95-ös benzinre nyugodtan rá lehet tankolni a 100-ast. A 100-as beállítás az azért annyira nem szereti a 95-öst, úgyhogy uh-huh. Maradunk a 95-nél, igen. És abból nem lehet probléma. Ugye a teljesítményben akkora jelentős különbség nem lesz a kettő között, hogyha most 95-ös benzinnel használjuk, vagy 100-assal. Igen, egyébként ez a 95 vagy 100, én általában a 100-as szeretem tankolni, hogyha nem ilyen sokat megyek, de annak például én nem látom értelmét, amikor valaki azt mondja, hogy minden negyedik tankolásra tankolok 100-as üzemanyagot, mert szeretnék kedveskedni az autónak. Hát az nem egy kis kutya, tehát ő neki nem kell jutalomfalatot adni, az egy autó. Ezeknek az autóknak ugye van egy olyan motormenedzsmentje, amiről már beszéltünk, hogy önbeálló. Tehát gyakorlatilag hozzátanul mindenhez. Hogyha most beletankolok egy 100-as üzemanyagot, ami egyébként nagyon jó, tehát mondjuk egy ÖMB 100-as, vagy nem tudom, szabad mondani, én azt szeretem a BMW-n betankolni, tehát hogyha rátankolok egy 100-ast, akkor a motormenedzsment elkezd hozzáállni. Öntanuló módon emeli az előgyújtást, és akkor beáll egy értékre. Viszont hogyha utána, én ezt minden negyedik tankolásnál csinálom, akkor utána, amikor beletankolom a 95-öst, igenis érezni fogom, hogy valami nem klappol. Ez azért van, mert akkor vissza kell venni az előgyújtásból, és az előgyújtásnak nagyon nagy szerepe van a motor hatékonyságában, teljesítményében, úgyhogy valaki választ egy üzemanyagot, akkor több ezer kilométeren vagy évekig használja azt, hogyha meg azt mondja, hogy megteheti, hogy magasabb oktánszámú üzemanyagot tankoljon, akkor viszont használja azt, ne váltogassa. Ez az én véleményem. Nagyon is. Na, jöhet a 400 ló.
jók lettek az eredmények. Azt látom. Ugye itt most lett 210 lóerő, 308 Nm. Ugye jóval előrébről is indul meg, tehát ami itt volt. Az tetszik nekem egyébként, mert amiről beszéltünk, hogy ez csak egy szám, de hát én ezt az autót nem pörgetem 6000-ig. Persze nyilvánvaló, hogy jól esik az ember lelkének, hogy úristen 210 lóerő lett a 120 vagy 153 lóerőből, de ugye azt tetszik nekem nagyon, hogy ahol használom egyébként, hogy ott mennyivel. Igen. Egyetlen pont sincs, ahol alatta lenne az új a réginek. Mindenhol fölötte van, még alacsony fordulatszámon is. Igen, tehát ez a fordulatszámunk az előrébb jött, ez a 2600-ról, durván 2200, durván egy ilyen 400 fordulatról, hamarabbról megvan már ugyanaz a nyomaték, mint ami idáig volt, és hát végig fölötte van egészen idáig. És ugye az, hogy ez a plató, igen, az is nagyobb. Igen, itt korábban beszélgettünk róla, ugye Bélával is, hogy azért azt tudni kell, aki ilyen tuninghoz kezd hozzá, vagy tuningoltat, hogy nyilvánvalóan ezek a magasabb értékek, ezek az egész hajtásláncot jobban igénybe veszik. Tehát azért, hogyha én ezt használom, akkor mind a féltengely, a kihajtások, a lentkerék, stb. Nagyobb terhelést fog kapni. Tehát óvatosan. Nincs ingyen ebéd. Nincs, de hogyha azt kicsik számozza az ember, hogy esetleg megegyezett a motor mechanikailag a két teljesítményverzió között, akkor lehet, hogy a hajtáslánc elemeiben is azért nagyfokú hasonlóság van. Igen, de itt már ahhoz képest is ugrottunk, ami az erősebb verzió volt. Ami az erősebb. Mert az egy 160, nem tudom hány lóerős, tehát az egy 118 kW, 163 lóerő. Tehát azt tudomásul kell venni, hogy a nagyobb teljesítmény az mindig nagyobb terheléssel is jár a motor számára, de ugye ezek a maximális értékekre vonatkozó adatok, ezek nem folyamatosan vannak kihasználva. Van. Tehát, hogyha ez észre van kihasználva, akkor igazából nem kell tartani. Most nekem nem kell annyira nyomnom majd a gázt, hogy ugyanúgy gyorsuljak, mint eddig. Lényegében. De ugyanúgy fogom nyomni a gázt, és jobban fogok gyorsulni, mert egy büdös köcsök vagyok. De nem, ezt majd kivágja a Roberto. Nehogy vágjuk ki. Szóval ennél akkor ez egy egyedinek, vagy egy sorozatnak minősül. Tehát itt volt egy 210-es verzió, elképzelés, és nagyjából majdnem annyi lett pontosan. Igen, hát az a szerencsén is múlik, hogy pont ez az érték jön ki. Tehát ugye a programban be van állítva, amit mi szeretnénk, lambda értékek, turbónyomás, egyéb nyomaték, limitek, illetve feltöltések. És akkor ahhoz képest, ami a mechanikai különbségekből adódik autó, ahhoz képest jönnek ki különböző számok. Itt most gyakorlatilag ez a tankönyvi példa. Ez most igen. Mondhatni rá, hogy igen. És nyomatékban is kb. Ezt vártuk? Nyomatékban itt vártuk, igen. Nagyjából igen. Akkor jó kondiban van még a motor, Tibi, ezek szerint? Hát, még marad is, reméljük, hogy meg nincsen kedvem meggenerálózni. Úgyhogy... Ez alapján mondható, hogy igen, hogy jó. És azért érdekesebb ugye, hogy a nyomatékokkal foglalkozunk, mert hogyha egy lóerő értéket megnézzünk itt ezen a részen, mondjuk 3000-es fordulatnál, ahol használva van az autó hétköznap, ez itt csak közelebb 3000, ez itt most 132 lóerő, ami nem mond semmit. Igen. Mert ez ebben az egy pontban 132, erre még több, még több, még több. Viszont ha a nyomatékban határozzuk meg, hogy ettől eddig rendelkezésre áll ez a nyomaték, akkor ott lehet tudni, hogy ott folyamatosan húz az autó dinamikusan. Igen, és 4500, 4300 körül? Hát ez ilyen 4300 környékén itt kezd el. A nyomaték körülbelül az visszaesés az... Igen. Hát, hogyha ez a turbo feltöltőnek valószínűleg a kapacitása eléri a maximumát. Tehát a turbos motornál egy idő után azért csökkenteni kell a nyomást a fordulatszám növekedésével, mert ugye itt most fönn maradna, akkor a lóerő az kiszaladna lényegéből a világból, úgyhogy ezt egy idő után azért korlátozni kell. De jók az értékek szerint. Hát ez abszolút tényleg nagyon jó, és ez azt is tudja, amit ígér a... Igen. A program. Tehát ez alapján jó állapotban az. Igen, osa. Tehát azt lehet mondani, hogy ha van egy alapmotor, ami jó műszaki állapotban van, ugye csak akkor, tehát gyakorlatilag igen,
ezzel ki is lehet szűrni, mert hogyha ez most itt hiába töltött fel ezt a szoftvert, de csak 180 lóerő lenne, akkor az azt jelenti, hogy valami hibája van a motornak. Van. Tehát így akár mechanikai, vagy bármi, vagy jeladó, vagy mondjuk egy töltőnyomás érzékelő nem jó, akkor sem tudod ezt produkálni. Így van. Tehát, hogyha egy henger nem működik megfelelően, vagy bármi. Az a mérésből egyértelműen kiderül, de hogy kiderül. Nem azok a várt értékek jönnek, amit szeretnénk. Ja, ezeknek a közvetlen benzinbefecskendezésű benzinmotoroknak szokott még egy olyan problémája lenni típustól függetlenül, hogy ugye a magas kifogógáz hőmérséklet miatt a vészgétnek a tányérja lekopik, illetve hát félrekopik, szétég, és akkor ugye, hogyha azt nem tudja bezárni rendesen, akkor se épül fel a megfelelő töltőnyomás. Mi lehet annak a magyarázata, hogy ez az autó sokkal erősebb volt, mint a 120 lóerős? Ez teljesen normális. Teljesen normális. Igen. Tehát általában ezek a TFSI motorok, de általában a turbo benzin motoroknál jellemzően mondható, hogy egyik sem produkálja gyári értéket. Mindig fölötte vannak. Tehát az nagyon ritka, amikor gyári értéket mérünk. A régi első generációs TFSI-k, illetve TSI-nek hívták ugye a Skodában a 2000-es 200 lóerős, azok is jóval nagyobb értékekről indulnak. Uh-huh. Tibi, akkor most lehúzhatsz egy gyertyapipát, még úgy is megvan az eredeti. Igen. 153 lóerő, kényelmesen. Igen, ez egyébként meglepett ez a 153 ló, de az meg tök jó, az a 210. De hát te 163-at szerettél volna, Tibi. Jó, az már régen volt. Ebből egy kicsit csalódott? Az már régen, az még reggel volt. Mutatok egy. Nem, igazából amit az a lényeg, ezért fontos az, hogy ugye én is autószerelő vagyok, tehát benne vagyok ebbe, de az, hogy egy szakember elmagyarázza, hogy mi miért van, akkor az tök jó. Tehát ezt meg kell érteni. Tegyük vissza a 120-at, tegyük vissza. Mindenképpen vissza fogjuk, hát azt megbeszéltük. 120-at, de 20-ra, tehát ja, 20-ra. Nem az, ami volt, hanem 20-ra hát vissza. Így van. Addig fogjuk elvenni a töltőnyomást, és mérjük, amíg a 120-at igen. fogja tudni csak. Tehát a teljesítménybeli különbségek azok itt vannak. A tiéd, meg a... Itt egy másik. Ez micsoda? Ez egy másik hasonló autó, ott is 180 lóerő környéke volt a kérés. A kérés. Úgyhogy lényegében a különbség az csak itt jelentkezik 4000 fordulat, 4500-nál, ahogy az egyiknél tovább megy a nyomaték fönt, ugye a lóerő az tovább húzza, a másiknál pedig picivel lemaradt. Tehát itt visszakorlátoztam ugyanúgy a teljesítményét, de elől itt, ahol használod, ugyanaz a kettő. Igen, ez a lényeges rész. Igen. Nem forgatod folyamatosan, akkor nem fogod kihasználni ezt folyamatosan. Én még szerintem 4000 fölé soha nem forgattam, illetve max autópályán, hogyha... De amúgy is értelmetlen volt, mert nem ment sehova ott az autó, tehát el kellett váltani. De... Egyébként mindkét karakterisztika egészen egyenletes, kiegyensúlyozott, nincsenek rajta tüskék. Ami egy gyári és sorozat, és van benne tapasztalat, az itt köszön vissza, hogy nincsenek benne torpanások. Most ne arra a hullámra gondoljuk, az egy nagyobb fordulatszám, hanem tüskék, tehát olyanok, ahol egy kicsit megtorpan és elindul. Szóval ez mind a kettő egészen szép. Igen. Hát ezt érezni fogom. Jó. Ezt akkor érezni. Már csak a próba van hátra. Igen. Hoppá! Kettő között? Az gáz lenne. De figyelj, hívd már be, légy szia, a kutyát. Menj közelebb. A kutyusod, nem jó helyen megy a kutyusod. Menj közelebb, hadd ijedjen meg.
Nem, nem, de hogy nem, is nem paráztatom. Nem, nem, be van dugva a füles, és nem hallja, hogy autó mögötte. Gondolod? Persze, igen, az a helyzet. Fülében kedves, van valami. Azért menj közelebb. Kedves nézők! De a kettő között el tudsz lőni, pont van annyi hely. Ugye, beszarok, bazzor! Hát ezt nem hiszem el. Ha nem mész közelebb, úgy gondolod, úgy hogy fülese van? Valahogy. Biztos, be van dugva a füles, és én nem hallja. Én nem ijesztem meg, én megfordulok. Muszáj, hát megijed valahogy, valahogy. Gondolod, hogy... Periférikus ládár, meglátta. Na figyelj, egy normál szituáció, mondjuk, mert ez, hogy engedve, egyes engedve, padló... teljesen alapra kell. De most száraz aszfalton is pofázott a kipörgésgátló. Hát az amúgy is egyesben mindig, de tényleg. Mondjuk... Itt indul meg. Igen, igen. Ott igen, indul és meg. Nem baj egyébként, mert ugye... Már hárman ülünk az autóba. Nem baj, mert hogy azért védi a mechanikát. Tehát az, hogy alacsony fordulaton nem ad neki akkora nyomatékot, erőt, az tök jó. Itt vége mindennek? Hát zsákutca. De jó lehet kulázni egyet, oda néz, azt mutasd meg. Ott a WC csésze. De ez nem lehet megkerülni? Ez, vagy ez nem az? Kedves nézőink! Te, aki ide raktad ezt a budit. Azt gondoltál rám, én mindjárt telibe. Meg ott az, aki ott lerakta azt a szemetet. Tehát... Azt szeretnénk mondani, hogy itt miért nem szakadt, szívesen megtaposnánk az anyádba a fejed. Hogy miért nem tudtad ezt kidobni ott, ahol ki kell. Szemetelni parasztság. Igen. Nagyon nagy mértékű parasztság. Erre fektethetnének, a trafipaxozás helyett erre fektethetnének nagyobb energiát, hogy az ilyeneket elkapják, azt úgy megbüntessék, hogy... Ugye ez egy parasztság, így letaposni. Igen, ez amit mondtunk, hogy nem csinálunk. Amit nem csinálunk, és majd nézd meg két most! Igen. Jaj, nem, de ennyivel nem szabad menni. Meg is mentem annyival. Tibor, mit mond? Szerintem nagyon jó. Érzem a különbséget. Hát... De én ezt nem fogom úgy használni, tehát azt a 210 lóerőt én biztos, hogy hány ezres fordulatnál volt az? Magasan volt. Nem is. Magasan volt. Én nem... Én normálisan, ahogy közlekedek a tudom, városba, én így elváltogatom. Dinamikusabb lesz az autó. Igen, és itt érzem, hogy azért itt sokkal jobb. Viszont ami nagyon jó és biztonságot ad, hogy amikor ilyen négyes főút, meg ilyen helyeken közlekedek, és meg kell előzni egy kamionsort, akkor viszont nagyon kell ez a tartalék, hogy tényleg meg tudom előzni biztonságosan. Meg gyorsabban. Nem kell, persze, nem kell imádkozni, hogy léci menjél, meg ilyesmi az autónak, hanem tök jó, hogy megindul végül is. Ott, ahol most ez megindul, ott előtte semmit nem csinált. Tehát csak úgy elforgott, és akkor úgy gyorsulgatott, de ott semmit nem csinált, hanem tényleg csak úgy elforgott. Jó helyen vagyok? Jó. Jó. Hát ott bedolgozott a kipörgésgátló. Ott, ahol ráengedi, ott bedolgozik a kipörgésgátló. Hát akkor a szélesebb gumi a következő lépés. Hát a nyári az 225-ös. Figyelj, nem... Hol vagyunk? Mégy, mennyi? Nem... Tényleg nem... Én ezzel nagyon normálisan közlekedek ezzel az autóval, én nem állatkodok vele. De ez a kis plusz, ez tényleg jó. Nagyon... visszatükrözi, amit érzek, a diagramot. Én szerintem nagyon jó, meg tényleg ott lett erősebb, ahol kell. Úgyhogy nagyon szuper. Tehát ugye dinamikusabban onnan indul meg, amit mondtál, az ilyen 2600-tól. Igen, és ott el is kezdi a kipörgésgátlót villogtatni. Hát igen. Igen. Tehát akkor most kell egy szélesebb kerék, vagy... Van a nyári kerek, a szélesebb. Az jó lesz. Igen, tehát ugye elő is van változás, de a dinamikusság az itt jön meg. Az ott jön meg. Ha elkezd laposodni a nyomatékgőrbe, ott kezdve a dinamikusság. Igen, igen. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, hogyha chiptuningot szeretnétek, akkor ecotuning.hu, és
nézzetek minket. Illetve a becsületesnepper.hu-t. Meg tudod iratkozni. Iratkozzatok fel a ecotuning.hu-ra, a becsületesnepper.hu-ra, mindenre, erre a kettőre, a többire ne, iratkozzatok le a többire, jó? Ez a jó, az nem. Jó volt az elköszönés? Hibátlan, Tibi. Hibátlan. Egyébként én el vagyok ezzel a 120 lóerővel. Ezzel például te meg tudod csinálni azt, hogy ami a különbség a két szoftver között, csak azt írod át, mert mondjuk például én, ha chiptuningoltatnám ezt az autót, akkor nem szeretném, hogy nagyobb előgyújtást legyen, mert nekem egyébként megfelelő ez az autó, nem is lehet vele versenyezni, de utazásra meg tökéletes, mert csöndes, jól fogyaszt. Viszont amit mondtam, hogy néha mondjuk ha előzök egyet a 4-es főúton vagy ilyesmi, akkor jó lenne a többlet teljesítmény, de nem szeretnék 100-as benzint tankolni bele, tehát én ezzel így tök el vagyok. Tehát lehet olyat csak, hogy mondjuk átállítani arra a verzióra. Megcsipszeljük az Audimat? Legyen. Akkor 2-10-re. Mekkora húgyhólyagotok van nektek, bazdmeg? De ha már majd nem igazok már, bazdmeg.